Nagyon örülök, hogy a Kolozsvári Magyar Napok alkalmával ez a kiállítás valójában folytatódhatott, hiszen a Történeti Múzeumban kezdődött ennek az első része, és az az igazság, hogy még azok a gyönyörű terek is kevésnek bizonyultak. Éppen ezért úgy gondoltuk Gergely Balázssal és a főkonzulátussal együtt, hogy nagyon jó lenne, hogyha a Magyar Napokon külön felhívnánk a figyelmet a karikatúrákra, hiszen ez Bánfinak egy különleges tehetsége, az, hogy úgy tudott egyéniségeket megragadni, olyan torzképeket rajzolt, amelyek már abban az időben népszerűek voltak. Természetesen arisztokrata származása miatt ez álnéven jelent meg, és Génuában is már nagy sikert aratott, majd később is a franciául megjelent kötet. Viszont egy kisebb meglepetéssel is szolgáltam, mert úgy gondoltam, hogy végre Bánfi Miklós itthon van olyan értelemben is, hogy a színházat második hazájának érezte. És megtaláltuk azt a homlokzati tervet, amely a Rádai gyűjteményben található, és azt gondolom, hogy ilyen nagy méretben és ilyen nyilvánosság előtt most látható először. És pontosan végülis a nyári színház tervét láthatjuk, tehát azt mondhatjuk, hogy egyrészt az emberábrázolása, másrészt az építészet területén is, azt gondolom a tevékenysége mindenképpen nagyon fontos nyomokat hagy. És már is szeretettel és tisztelettel köszönhetem itt Szebeni Zsuzsa színháztörténészt. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Szervusz! Én is nagyon örvendek, hogy itt lehetek. Fresk e Frasca, ez pontosabban Bánfi Miklósnak a megfogalmazása volt még valamikor 1922-ben, pontosan, amikor Ben Mill néven publikálta ezeket a karikatúrákat. Igen, igen, és rejtőzködött mindaddig, amíg Marosi Ildikó meg nem fejtette a kilétét, és meg kell mondanom, hogy már akkor nagyon nagy sikerrel kiállították, és népszerűségnek örvendett. Tehát gyakorlatilag az elkészülte után 24-ben kiállították Génuában. Freskók és csínyek, gyakorlatilag így fordítható. Igen. A freszke frászk. Mitől freskók, mitől csínyek? Én azt gondolom, hogy a csíny az magában a rejtőzködésben volt, de azért, hogyha látjuk, akkor már is a monogramot megőrizte, az inkognitóját is megőrizte, és azt gondolom, hogy a politikusokról olyan avatott képeket kaptunk, és egy olyan fajta látásmódot, amely azt gondolom, hogy akár ma is mindenkinek a hasznára válhat. Igen, ezt akartam megkérdezni, hogy ezt vajon manapság Bánfi, hogy milyen karikatúrákat készített volna a mai politikusokról, kik ismerhetők fel a képeken egyrészt, másrészt pedig tényleg annyira megfogta a személyiségüket, hiszen éppen azt karikírozta valamilyen formában, a személyiséget hozta előtérbe. Én azt gondolom, hogy a kiállítás azért bomlott két részre, mert egyrészt nagy méretben szerettük volna, hogyha megismerik ezeket a karikatúrákat, ez az opera részén látható, a másik részén viszont az a kis rejtély, az a kis csel, hogy az eredeti fotók is láthatók, mert természetesen Bánfi Miklós, Bethlen István, Brött János, nagyon jól tudjuk, hogy nézett ki, de van egy csomó olyan politikus, akinek az arcképe már feledésbe merült. És mindazok, akiket ez érdekel, tanulmányozhatják. És pontosan én nagyon szerettem volna, hogy ez a dilettáns jelző lekopna végre Bánfiról. Azt gondolom, hogy a mesteri rajzkészségét, pontosan ez az emberábrázoló tehetség, ez a karikírozás, ez szemlélteti a kiállításon. Mennyiben ismert grafikusként Bánfi? Ugye íróként ismerjük, a színházi emberként ismerjük, mint olyan grafikusként is hasonló súlyt kapott eddig? Én azt gondolom, hogy nem tulajdonítunk neki megfelelő fontosságot. Egy statisztikai, nem szeretem a számokat, nagyon rosszul tájékozódom a számok között, de mégis, amikor a Helikon ábrázolásait tekintjük, tehát az Erdély Szépműves cég összes kötetén, Kós Károly után a legtöbb kötetet ő ábrázolta. És azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy elővegyük. Természetesen ez egy más típusú rajzolás, mint a karikatúrák, de én azt gondolom, hogy könyvgrafikusként, grafikusként is nagyon fontos, és nincs még a megfelelő helyen. Tehát a kiállítás, az emléké is azt célozza, hogy a megfelelő helyre kerüljön. Ez az este a Kolozsvári Magyar Operában pont a hivatalos megnyitó után került megrendezésre, ugye ennek a kiállításnak a megnyitója. Mi volt a visszajelzés? Gondolom, hogy nagyon sokan megnézték ebből adódóan is, hogy sokan voltak az operában. Mi volt a feedback? Milyen kérdéseket tettek fel esetleg az odalátogatók? Hát nagy örömünkre szolgált. Egyrészt azért, mert hogy valójában ez a kiállítás a főkonzulátus létrehozatalában indult márciusban, és igazából egy picit szomorúak voltunk, hogy ez nem kerülhetett teljes mértékben kiállításra, viszont így valójában Gergely Balázs vetette fel ezt az ötletet, és azzal a nem titkolt szándékkal, hogy későbbiekben egy karikatúra pályázat is fog ehhez kapcsolódni, tehát nagyon jó volt a gondolat, valóban jó lenne, hogyha ebben a stílusban ábrázolnák a mai karikatúristák a politikusokat. Nagyon sok kérdés és
érkezett órákon keresztül román anyanyelvű, magyar anyanyelvű látogatóknak próbáltam elmagyarázni, nagyon sok minden kapcsolódott, rögtön felvetődtek kérdések, mit csinált az operában, hogy politikus volt, hogy rajzolt, és igyekeztem mindenkinek válaszolni, de meglepett ez a fantasztikus hangulat, és ez a nagy tömeg, amelyet ez a, hát nyilván a Magyar Napok megnyitója, meg ez az esemény vonzott. Ennek a fajta karikatúrának, grafikának, stb. Van manapság pandantja, hogy így kérdezzem? Tehát, hogy lehet olyasmiről szó, hogy esetleg manapság is valaki foglalkozik hasonló műfajjal? Én azt gondolom, hogy a karikatúra a magyar grafikusok körében nagyon népszerű, de azt gondolom, hogy én pontosan ezt a kis finomságot, tehát ő nem volt egy gyilkos, ő magát ábrázolt a leggyilkosabban. Én azt gondolom, hogy ezt a finomságot lehet, hogy még el lehetne lesni, és lehet, hogy most megjelen ennek azok a fiatal tehetségek, akik pont ebben a stílusban. Adja Isten! Egy másik kiállítás, megnyitó is kapcsolódik, hát Banffyhoz valamilyen formában, de hozzátok mindenképpen. Miről van szó? Holnap este lesz egy kiállítás a Reményi Galériában. Igen, a luteránis püspökséggel egy hosszas együttműködésnek nézünk mögébe, és éppen emiatt a Banffy emléképhez kapcsolódó, de ugyanakkor az első világháború évfordulójához is kapcsolódik Bornemisza Elemérni Szilvási Karola kiállítása. Egyrészt ő a Helikonnak a védasszonya, másrészt Banffynak volt a múzsája, és amint most például az Óvári Zoltán visszaemlékezéseiből kiderült, bizony kemény kritikusa volt is az erdélyi Helikonnak. Úgyhogy egy olyan életművet mutatunk be, amivel eddig leginkább Marosi Ildikó foglalkozott, és leginkább a receptes könyvben révén volt ismert. De így, ahogy beástuk magunkat ebbe az életműbe, nagyon-nagyon érdekes oldalai bukkantak elő. Természetesen mi elsősorban most a hadiápolónői tevékenységére gondoltunk, pontosan az első világháború kapcsán, de azt gondolom, hogy azt, amikor megtaláltam, hogy együtt repült Blérióval, az, hogy a néma filmek első Néman filmek egyikét ő maga rendezte, és nagyon-nagyon sok mindenben részt vett, elutazott Afrikába azért, hogy egy közeli rokona Vas Albert sírjára hazai földet vigyen. Én azt gondolom, hogy egy nagyon modern és érdekes asszony volt. És lehet, hogy addig nem kapott elég fényt, idézőjelben mondom a fényt, tehát hogy nem volt elég előtérben? Én mindenképpen azt érzem, tehát azt elévülhetetlen érdemei vannak a Helikon kutatóinak, Marosi Ildikónak elsősorban, de azt gondolom, hogy mégis valahogy a köztudatban nem került be egészen, és nagyon-nagyon fontos az ő diakóniai tevékenysége, tehát azt, amit a református egyház keretében létrehozott, tehát agmenházak, árvaházok zömét támogatta, iskolák létrehoz, tehát egy egészen döbbenetes feljegyzést találtam 1916-ból, amikor Szebenben Betlen Margittal, barátnőjével 72 gyereket mentett meg. Tehát én azt gondolom, hogy itt az életmű még kutatásra vár, de azt gondolom, hogy már egy nagyon színes anyagot sikerül holnap bemutatni. Pontosan mit fed ez a színes anyagtömb, mint olyan? Banffy esetében ugye láttuk karikatúrák meg rajzok ez esetben. Igyekeztük a pályát felvillantani, de természetesen leginkább fókuszálva a hadiápolói tevékenységre, de mindazokat a dokumentumokat, amelyet Sipos Gábor levéltáros igazgató segítségével előkerestünk, ezeket bemutatjuk élőbe. Van két meglepetés, ugyanis sikerült a foteljeit megszerezni, meg az utazóládáját, tehát ezek mind láthatóak lesznek, és hát természetesen a pályája minden oldalának egy-egy szeletét bemutatni, azért nem mondom, hogy teljeset, mert még kutatásokat igényel, de természetesen erről a repülősről, az utazásról, az Óvári szalonról. Ez mekkora munkát igényel? Most arra gondolok hirtelen, hogy itt olyan muzeológusoktól kezdve színház történészekig, stb. Tehát gondolom nagyon sok mindenki be van vonva ebbe az óriási munkába, tehát hogy ezen azért kemény éveket kell dolgozni. Igen, ezek évek során összegyűlt anyag, és valójában ez a Szilvási Karola anyag adta magát. Tehát a Banffy kutatás kapcsán én úgy éreztem, általában ezt mindig azt mondják, hogy minden férfi mögött ott áll egy nő is. Hát ebben az esetben két nő, hiszen Váradi Aranka színésznő is. De azt gondolom, hogy a Karola szerepe nagyon-nagyon fontos, mert őket nagyon szoros barátság, egy nagyon hosszas munkakapcsolat is összefűzte, és az a trilógia esetében nagyon-nagyon
nagyon kiderül. Tehát konkrétan felolvasta a trilógiát, és Karolának a megjegyzéseit figyelembe vette. Óriási. Dokumentumok is vannak itt az asztalon, amiket magaddal hoztál. Mik ezek? Hát először is egy igazolási jegy, ami azért nagyon bájos, mert leírja, hogy hogyan nézett ki, illetve azokat az ismertető jegyeket, amelyek különösen a második oldala érdekes, hiszen ott megpróbálják jellemezni, de hát én azt hiszem, hogy jobban járunk, elolvassuk a trilógiában Milót Adrient, és sokkal könnyebb leírás, de Kunc Aladárnál is találkozunk az ő alakjával, és Kemény Jánosnál is a Kakukk fiókában. Tehát sok mindenkit megihletett, és egy különleges személyisége volt a városnak. Igen, 1916-ból származik ez az igazolási jegy, amint látom. És nagyon aranyos itt azt mondja, hogy állása, foglalkozása földbirtokos. Igen, ez egy nagyon-nagyon megrázó, mert egy nagyon szép és kedves kis lap, de valójában, tehát én azt gondolom, hogy az, hogy ő nagyon-nagyon komolyan szociálisan érzékeny lett, az annak köszönhető, hogy kisfiát 7 évesen, Hubert nevű kisfiát 7 évesen elvesztette. Ez még ez a az boldog, ő kezeírása? Ez az ő kezeírása, egy nagyon határozott és szép írás, és ebben még arról tudósít, hogy egy nagyon helyes kisbaba, aki nem igényel különleges ringatást, mert nagyon szigorú elvei voltak. Ő amúgy hivatalosan bábaképzőt végzett, erről egy gyönyörű diplomát is szerzett, és nagyon-nagyon komoly ismeretei voltak, tehát például Hajnal Imrével komoly orvosi levelezésbe bocsátkozott. És ezekről órákat meg napokat lehetne beszélni, és nagyon és jó ez sütembe, pedig én azt gondolom, hogy ez Kolozsvár történetében is nagyon-nagyon Makai Piroska, a túloldalon van egy dedikáció a bárónő számára. Nagyon-nagyon sok mindenkinek elintézett dolgokat, nagyon sok mindenkin segített, és hálájuk jeléjél Makai Piroskától, Molter Károlyon keresztül, Hunyadi Sándorig mindenki leveleket írt, és köszöneteket, és gyönyörű szép emlékeket. Befejezésképpen még egyszer mondjuk el az időpontot, tehát holnap délután. 16 órakor a Reményik Sándor Galériában. A kiállítás megnyitó, és a Bánfi kiállítás az operában meddig látogatható? Én azt hiszem, gondolom, hogy majdnem a Kolozsvári Magyar Kolozsvári napok, napok alatt mindent, és talán még az évad elejéig is kicsúszik. Köszönöm szépen Szebeni Zsuzsának, hogy itt volt, és sikeres kiállítás megnyitást kívánok holnapra, és látogassák minél többen ezeket a kiállításokat, és nem csak. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.